A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ébredés, a számomra szenvedés, amíg a kávé elő nem kerül. Egy hirtelen mozdulat, az árthat, hogy nem szabad, csak lassan a reggel, az várhat még. Álmos a pillanat, de a kávé majd rendbe rak, a fekete leves ébredni hív. Konyhába cseppni fény, csak ennyi ez épp elég. Egy szőszke az ágyban még álmodik ég. A hajnali kávé illatára ébred fel a világ. A hajnali kávé illatára ébred fel a világ. Nagy szeretettel üdvözöljük a televízió nézőket, és hát az előbb elfogyasztottuk azt a kávét, ami egy hajnali kávé, és elindul egy sorozat, egy vadonatúj sorozat itt a Fejővár televízióban, ami tulajdonképpen régi múltra tekint vissza, Próbaterem című magazin műsorunk kapcsán üdvözlöm Önöket, és a Próbaterem egy kicsit átköltözött egy másik helyre, egy másik helyszínre. Az előzőekben hallott hajnali kávé című dal és dalban közreműködő Faragó Péter, Palotai út 123 alatt található remek rockklubjában ülünk. Ez lesz most a próbaterem, vagy legalábbis néhány napig, néhány hétig, néhány műsoradás idején itt fogunk próbálni, itt fogunk beszélgetni, ide hívjuk a nézőket, és ide hívunk majd természetesen kiváló vendégeket. A mai nap folyamán tehát, ahogy az előbb is látták, már Faragó Péterrel zenélünk, beszélgetünk, sok minden érdekesség kerül majd szóba, de Peti, túl azon, hogy szeretettel köszöntelek először is, és köszönöm szépen, hogy ezen a remek helyen tudunk próbálni, műsort felvenni, és a televízió nézőknek tudunk kedveskedni néhány dallal. Hadd gratuláljak őszinte szívvel. A Vörösmarty Rádióban beszélgettünk már erről a klubról, előkerült már innen néhány érdekesség, de azért nem ártana, ha egy picit itt a tévénézőknek is bemutatnád, mi célból alakult az a klub, ami itt a Palotai út 123 alatt található. Először is én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a nézőket. Nekünk megtiszteltetés, hogy itt forgattok. Az egész történetnek a kezdete nagyon messze nyúlik vissza, most nem akarom ezt újfent elismételgetni, aki erre kíváncsi, az meghallgatja azt a rádióműsort az archívumból. Lényeg az, hogy hát egy rockklubnak különösen extra célja nem lehet azon kívül, hogy ez a rock, ez csak egy fedő név, inkább élőzenés klub, csak ez nem üt akkor át, tehát élőzenéknek adjon helyt. Mindenféle stílusbeli és minőségbeli megkötés nélkül, mert nem tisztem nekem stílusok között válogatni, nyilván azért vannak itt
a hely által adott megkötések, tehát mondjuk egy doom metal banda 120 fős közönségeit nem fog tudni pogóztatni. A minőségről meg annyit, hogy nagyon bájos, egyszerű produkciókra is nagyon pozitívan tud reagálni a közönség, és lehet, hogy egy eszméletlenül kidolgozott dolog pedig túlságosan kidolgozott izzadságszagú ahhoz, hogy egy ilyen kicsit háziasabb körülmények között az üssön akkor át, mint ami egyébként egy nagyobb helyen lehetséges. Tehát egy kizáró ok van gyakorlatilag, az pedig a zenei alap használata. Tehát azt itt nem szeretnénk, hiszen annyiszor találkozunk vele különböző rendezvényeken, falunapoktól kezdve, akárhol is, hogy abból legyen ott elég, én azt gondolom. Beszélgessünk egy kicsit arról, hogyha körülnézünk, remélem nagyon sokan eljönnek egyébként erre a helyre meglátogatni a produkciók miatt is, meg ugye a belcsíny miatt is. Ha körülnézünk a helyen, majd igyekszünk sok-sok vágóképpel megdíszíteni ezt a beszélgetést, akkor feltűnő, hogy hát zenész lélekkel lett berendezve az egész hely. A belépő, az ajtón, ahogy bejövünk, már CD-lemezek fogadnak bennünket, örömmel fedeztem fel a Sárga Taxi zenekar CD-borítóit. Ha jövünk befelé, végig mindenhol kreatív dizájn elemek. Itt meg kell említeni Edinát, a feleségedet. Így van, tehát... Van három közös gyerekünk, ez lett itt a negyedik közös gyerekünk. Igen, minimum annyiban hozzátette ehhez a dologhoz, mint én magam, sőt, szerintem többet. Közösen agyaltunk és agyalunk a mai napig is különböző újabbnál újabb ötletekkel, tehát mit tudom én, most kaptunk egy nagyon jó zenész barátunktól egy kosár szájharmonikát, amit szétfújt, mondjuk pénteken, és abból már lett egy ilyen kis díszítő elem, tehát megpróbáljuk tényleg minél inkább a zene irányából megközelíteni ezt a díszítgetést, és hát valóban ez számomra nem túl megerőltető, mert nap mint nap én ebbe lubickolok, tehát úgy nagyjából adta magát az, hogy milyen irányba is legyen kidíszítve ez az egykorom festék volt. Egykorom festék volt, a Palotai út 123 alatt. Nem véletlenül mondom el olyan sokszor, mert a klub az gyakorlatilag klub 123, vagy 123 klub, de ugye ezt is megbeszéltük már a rádióban, hogy volt olyan, aki azt mondta, hogy 1-2-3. És azzal sincs baj, tehát különböző asszociációkra adhat még ez a szerintem viszonylag nem túl nyakateket elnevezés is okot. A hivatalos neve egyébként 123-as rockklub, és gyakorlatilag... Én azt gondolom, hogy ennyi az a névvel kapcsolatban kb. Elég is. Ugye a Sárga Taxit is kérdezgették annak idején, hogy volt, mint volt, és ezt a rádióban is elmondtam. Tulajdonképpen a név lehet frappáns, vagy nem frappáns, de ugye megint elmondom, hogy a Creedence Clearwater Revival bennél kacifántosabb nevű zenekar nincs, és mégis jó volt. Úgyhogy alapvetően fogadjuk el ezt most már így, hogy ez a 123-as rockklub, és akkor töltsük meg jó zenékkel. Amikor most beszélgetünk, talán elmondhatjuk, hiszen a tévénézők, akik most figyelnek bennünket, ezt már múlt időben élik meg. Ma például a beszélgetésünk után, tévéfelvételek után Felkai produkció itt a színpadon. Sok-sok érdekesség, és te magad is játszottál néhány nappal ezelőtt, van egy saját produkciód, egy Gypsy Looper nevezetű program, amivel hát házigazdaként felléptél, de akkor kicsit beszélgessünk erről, viszont még mielőtt megtennénk, akkor jöjjön egy bejátszó. Ezt is természetesen itt rögzítettük, úgyhogy a színpad. Hölgyeim és uraim, Faragó Péter. Thank you.
Peti, egy olyan produkciót láttunk itt az előző pillanatokban, amire elmondhatjuk, hogy nem mindennapi, vagy legalábbis itt Magyarországon ezt a stílust nagyon-nagyon kevesen képviselik. Ez a Gypsy Looper, majd te beavatsz bennünket pontosan mi is akar ez lenni, és honnan jött ez az ötlet egyáltalán? Ez a szám, amit most hallottatok, ez gyakorlatilag csak annyiban mutat közösséget a Gypsy-e, hogy egy ilyen gitáról játszottam el. A Gypsy Looper az nem egy stílus, maga a gypsy zene az már inkább az a 20. század elejére datálható Franciaország leginkább ennek a hazája, és hát ezt nagyon sokan hallották már ezt a nevet, a Django Reinhardt, aki ennek a szülőatya volt. Én játszottam egy kis zenekarban, ahol ezt a stílust próbálták megvalósítani, rajtam kívül még akkor ketten. Ebből a zenekarból kikerültem, de nagyon megtetszett ez az egész dolog, és én ezt annyiban módosítottam, ezt az előadási módot, hogy én magam egy looper segítsége, ami nagyon egyszerűen talán úgy magyarázható el, hogy olyan, mint egy magnó, aminek a felvétel elejét és végét, ha kijelölöm, onnantól kezdve azt az adott zenei egységet ismételgeti és ismételgeti. És erre én különböző egyéb sávokat, de mondom, csak is kizárólag élőben, tehát ez nem otthon nem elkészül. Zenei alap. Nem zenei alap, mert én, akkor gyakorlatilag a kígyó a saját farkába harapna. Az előbb mondtam el, hogy zenei alapokat nem szeretnék itt hallani, én magam pedig csalok. Tehát ezeket itt gyártom, tehát ez olyan, mint egy ilyen nyitott konyha, ahol látják, hogy az étel hogy készül el, a rántástól a végleges fűszerezésig, mert én ezt itt készítem el, azaz följátszom egy kísérőgitárt, följátszom egy úgynevezett oktávgéppel egy bőgőszólamot, témát játszom rá, improvizálok, és hát nem feltétlenül ilyen gypsy behajló jazz standardeket csinálok csak így meg, hanem mostani popzenei, mondjuk azt nagy szóval átiratokat is, ahol már ének is van, és az énekkel is lehet rükközni, tehát az ének sávokat is egymásra lehet varázsolni ezzel a kis kütyűvel. Tehát gyakorlatilag ez így teljes, hogy ez, amit csinálok, az csak nagyon pici szeletkében gypsy zene, ezzel a gitárral csinálom mondjuk a pop dalokat is. Ettől függetlenül, mivel ez innen indult, és a loopert használom technikai eszközként, így jött ez a nem túl bonyolult név, hogy Gypsy Looper. Említetted a gitárt, érzékenyítsünk egy picit, mutassuk be ezt a hangszert, mert nem olyan régen voltam nálad benne a boltba, és hát meséltél róla, meg beszélgettünk róla, hogy azért ez nem szokványos. Ha első blikre ránézünk, akkor már például a kis nyílás az elején hangjuk. Már a hangjuk nem egy olyan, mint mondjuk például ezen. Ugye ezzel látjuk egy gyönyörű szép kőr alakú, nem tudom melyik kamerába mutassam, ide bele, azt mondja, hogy ezek kőr alakú. A Petinél nem így néz ki, tehát azon a gitáron nem így néz ki, illetve technikus kollégáink is megemlítették azonnal, hogy egy kicsit másként szól ez a hangszer. Igen. Én nem kerülgetném a forrókását, egy hagyományos, gyönyörű, gyöngyöző hangú nellóhoros gitárhoz képest ez rondán szól. Ez akkor jó, ha ronda. Ez olyan, mint a banjo, az is gyakorlatilag rondán szól, de szeretik. A banjosok legalábbis. Ennek tényleg egy kicsit ilyen fémesebb, orosabb, nem annyi mélyet tartalmazó hangja van. Hozzátartozik ez is a megszólaláshoz. Ennek az okozói lehetnek például a különböző eltérő hangjukak, azért mondom többes számban, mert ez az csak az egyik gypsy fazon, így hangnyílásilag van egy pici ilyen kis ellipszis-szerű másik fajta gypsy gitár hangnyílás. Utasod meg a kamerának egy picikét, mint az úgy, oda szembe, az teljesen aztán hozzátartozik még az is, hogy egy kávára rögzített fém hullába kapaszkodnak a húrok, és minden egyes apróság számít egy akusztikus hangszernél. Itt ez is biztos, hogy nagyon komolyan beleszól a végleges történetbe, mint ahogy ez a kis híd is, ami egyébként mozgatható, a hegedűhöz tudnám talán hasonlítani, tehát nem fixen rögzített, fölragasztott, mint ott. Úgyhogy minimum ezek az eltérések fellelhetők egy gypsy gitárnál.
És aztán természetesen, aki úgy született, hogy gypsy gitározik, valószínűleg, hogy egy ilyen gitáron is egyébként gypsy-s szandal fog játszani. Tehát nagyon sok összetevője van annak, hogy mitől jön ez a gypsy dolog, de én magamat nem tartom gypsy gitárosnak, hanem nagyon szeretem ezt a dolgot. Egy-két, mondom még egyszer, gypsy jellegű standardet az ilyen klasszikus dolgokból eljátszom, de nekem nagyon nagy megkötöttséget jelent az is, hogy nagyon meg kell válogatnom a dalokat is, amiknek a köre nagyon hamar ismétlődik, tehát rövid szakaszok ismétléséből áll egy komplett szám, hiszen ez a looper, ez hogyha én most percekig csak azzal vagyok elfoglalva, hogy egy adott szólamot följátszom, aztán meg még a basszust, addigra mindenki hazamegy. Tehát viszonylag gyorsan meg kell főzni azt az ételt, hogy fogyaszthatóvá váljon. Ugorjunk egy nagyot, időben is, és zenei stílusban is. Rockklub, Gypsy Looper produkció, de azért van egy szívecsüske produkció, tudom, hogy nagy szerelem a Passz együttes. A Passz együttes kapcsán pedig majd így búcsúzóul egy videóklipet bejátszunk, de hát azért életed nagyon komoly korszakát és időszakát fette le a Passz együttes. Igen. Tehát ha kimondjuk, hogy Passz együttes, akkor bocsánat a szabadvágó, de a legtöbb embernek Faragó Péter ugrik be. Igen. Ez a szerelem, ez most per pillanat plátóivá vált, bár beteljesült volt, de most gyakorlatilag van egy ismerősöm, aki úgy nevezte a régi nagy zenekarát, hogy most parkoló pályán van, azt hiszem Bokányi Zsoltnak hívják, és talán a Sárga Taxiról volt szó. Csak a nagyokról beszélni. Igen. Még jó, hogy itt tudok nyúlni ilyen eszközökhöz. Valóban az történt, hogy most nem létezik ez a zenekar, amiből úgy mondom, hogy én nem fáradtam el annyira, hogy én nagyon szívesen csinálnám tovább, és valószínű, hogy lesz is erre mód és lehetőség, de érdekes módon minden rossznak van valami jó oldala, mert amint a fiúk elfáradtak, gyakorlatilag akkor érkezett ez a hely egy olyan fázisba, az előkészületeknek egy olyan fázisába, amikor is nem is nagyon tudtam volna teljes vehemenciával ezzel foglalkozni, és aztán nyilván, hogy itt be kell, hogy álljanak egyenesbe különböző dolgok ahhoz, hogy esetlegesen újra életre lehessen hívni ezt a kis zenekart. Akár plátói ez a szerelem, akár nem plátói. Mi most egy Passz videót fogunk lejátszani a televízió nézőknek, Peti, pár szót erről a dalról. Az egyik legkedvesebb dalom, ez hála Istennek már a zenekarnak egy ilyen érettebb korszakában született, tehát ehhez hozzátartozik az is, hogy rengeteg ilyen férc munkát sikerült elkövetnem, és rengeteg olyan stúdió felvételt is, amire nem vagyok büszke, de ez azt mondom, hogy ez már a dalt tekintve is, és a stúdió munkákat tekintve is egy olyan dolog, amit bármikor, bárhol nagyon szívesen fölvállalok. Dal címe? Fecskék és emberek. Fecskék és emberek, ezzel a dallal búcsúzunk a Passz együttestől, illetőleg akkor elárulom, hogy a jövő héten pedig a kiváló Hungarikum együttessel fogunk beszélgetni, itt ugyanezen a színpadon, ugyanebben a klubban, akkor is hívjuk, várjuk Önöket. Egy nagyon finom, törékeny műsorra készülünk, úgyhogy nagyon nagy szeretettel invitálnék mindenkit, ma pedig Faragó Péterrel, hát mutattuk be az új helyszínt, és indítottuk útjára a legújabb műsorunkat. Megbuktattad a világot,
egy maradt kis hű még hozzá, a magányod. Ha arra ébredsz minden reggel, unottan, szívhelyett a lelked még, egy dobozban. Utazol újra, csak újra, a régit már hátra hagyod. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.